Kálai igazgató úr, hogy hogy szeretném megünnepelni a 80. születésnapomat. Csak a születésnapomat, és akkor én azt kértem, hogy ahogy egész életemben 20 éves koromtól kezdve megállás nélkül dolgoztam, hogy szeretném a zsergótangót játszani, hogy önökkel együtt, és a kollégákkal együtt, és a színház dolgozóival együtt ünnepeljek, mert nekem az a legnagyobb ajándék a Jóistent, és azzal tudok ünnepelni a legjobban, ha dolgozom, ami nekem nem munka, hanem öröm, egy hobbi, és úgy köszönöm szépen, hogy ma este együtt voltunk önökkel. Köszönöm. Azért készültem még egy különlegességgel is. Van egy olyan lehetőség, hogy a csillagok választhatnak maguknak csillagot. De ha mondjuk nincsenek abban a helyzetben, hogy választanak, más is választhatja helyettük neki. Mi megragadtuk ezt a lehetőséget, és a naprendszer Bach csillagjegyének, hát természetesen Capricorno, ugye a Bach csillagjegy egyik csillagát, hát valami egészen görmönfont módon megvásároltuk Tordai Terinek, erre volt lehetőség, sose gondoltam volna. De a születésnap az ember mindenre képesség lesz. Ez Capricornus RA20H12M 46SD 9.23Hz nevű csillag a mai naptól kezdve Tordai Teri nevét viseli. Rajzolva, hogy melyik csillag az az égen. Tehát, hogyha... Csak hogy ne tévedsz, nem? Megvan a helye pontosan a Bach csillagképben, hogy melyik a tiéd. És ebbe beleteszem, hogy még csak véletlenül sem mondjuk el. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltak, és nagy szeretettel köszönjük Tordai Teri 18. születésnapját. Amit egy kollégina küldött a Terinek, indulj! Drága, drága Terinét! Elhatároztam, hogy nem bírom szó nélkül, és muszáj szólnom hozzád többiekkel együtt. Nagyon-nagyon hiányoztok az egész színház úgy, ahogy van, és neked pedig ez a csodálatos ünnep, ami ma van neked, 18. születésnapod van. Szeretnélek felköszönteni, Esztergályos Cecília vagyok, megyek utánad, remélem nem sokára elérlek. Csókos csók, egészségben, békében, gazdagságban, boldogságban, békében és egészségben. Isten éltessen sokáig, 80. születésnapodon. A Dunában egy kis hal, annak neve Harcsa, a jó Isten a Terikét sokáig megtartsa. Tartsa sokáig, 193 éves koráig. Zöld erdőben jártam kismadárkát. Kismadárka azt dalolta, éljen soká a terka, járjál sikerben, egészségben, békében, bokáig, tokáig.
ez nem illik. Puszi mindenkinek, hiányozzak egy kicsit nektek. Csók. És az egész színháznak ad egy olyan lelkesítő hangulatot az élethez és a munkához. Minden nap telefonálunk egymással, de most tanúik, akik itt vannak önök, hogy ilyen hangulat van a színházban a fiatalokkal, az idősekkel, és ez egy csodálatos dolog, hogy az ember így dolgozhat, úgyhogy erre mindig emlékezzenek, hogy mit jelent nekünk együtt lenni. Sokat. Köszönöm szépen! Jobbnál jobb szerepekre. Ezt kívánják nekem, ezt